füstjelek. Jó reggelt kívánok mindenkinek! A mai reggelen is a círuszról szóló jövendőléseknek egy részletét szeretném fölidézni előttetek. Újra szeretném felolvasni azt az igeverset, amely ezt tartalmazza, hogy elgondolkozzunk ezen. Ézsaiás 45. fejezetének első versét olvasom. Így szól az Úr felkentjéhez, círuszhoz. Kinek jobb kezét megfogtam, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam, ő előtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk be ne zároltassanak. Arra a kifejezésre figyeltem föl, amikor megismertem ezt az ige szakaszt, hogy itt áll ez a szó, hogy így szól az Úr felkentjéhez, círuszhoz. Megnéztem az eredeti héber kifejezést, hogy mi áll az eredetiben ennél a szónál, hogy felkent. És nagyon különleges volt számomra, hogy az a szó áll itt, a mesiás szó, ami másik mesiásra vonatkozó jövendőlésben történetesen Zsoltárok második fejezetében is előfordul. A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen, és az ő felkentje ellen. És egyértelmű, hogy ez a Zsoltár egy messiási Zsoltár. És azon gondolkoztam el, hogy létezik az, hogy egy olyan ember, aki nem is zsidó származású volt, mégis lehetett az Isten felkentje. Mert hogy ugyanaz a szó áll itt, ami a második Zsoltárban, a messiásról szól a jövendőlésben olvasható. Mit is jelent a Bibliában ez, hogy valaki felkent? Az Ószövetségben a királyokat és a papokat kenték fel olajjal. Egy-egy jelképes szertartás volt, amely azt fejezti ki, hogy ahhoz a feladathoz, amellyel őket Isten megbízta, a Szentlélek hatalmával tudják ezt beteljesíteni, és ennek a jelképe volt, hogy olajjal megkenték őket. Most gondoljunk arra, hogy tulajdonképpen ki is volt Círusz. Ugye azt olvashatjuk róla, hogy az apja, Kámbűzesz, perzsa király volt, anyja pedig Mandané, azt a ügésznek, a méd királynak a lánya volt. Ezért mondhatjuk azt, hogy kettős nevelésben részesült, egyrészt perzsa nevelésben, másrészt pedig a nagyapján keresztül betekintést nyerhetett a méd szokásokba, hiszen gyakorta meglátogathatta az ő nagyapját. És hogyan lehetséges az, hogy egy perzsa nevelés nyomán, amiről ezt mondhatnánk, hogy kinyilatkoztatást nem ismerő, tehát az élő Isten kinyilatkoztatását nem ismerő nép volt, és mégis azt mondja róla a Szentírás, hogy az Úr felkentje volt, vagyis hogy ő benne a Szentlélek ugyanúgy munkálkodott, mint azokban a királyokban, papokban, sőt a messiásban, aki a Szentlélekkel teljes személy volt, amikor ide született erre a földre emberi természetben. Szeretnék még felolvasni két igeverset az Ézsaiás 45. fejezetéből, ami megerősített engem, hogy igen, az Isten szent lelke mindenkiért munkálkodik. Az én szolgámért, Jákobért és elválasztott Izraelmért neveden hívtalak el, szeretettel szólítottalak, noha nem ismertél. Én vagyok az Úr, és több nincs. Rajtam kívül nincs Isten. Felövesztelek téged, bár nem ismertél. Nagyon különös számomra az isteni Szentlélek munkálkodása, hisz azt olvassuk az Istenségről, hogy ő azt szeretné, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Círusz tehát a Szentlélek munkálkodásának volt a részese, hisz azt olvassuk itt, hogy Isten felövezte őt, vagyis megbízta őt szolgálattal, annak ellenére, hogy korábban nem ismerte őt, sőt,
nevén szeretettel szólította, annak ellenére, hogy nem ismerte őt. És nagyon nagy élmény volt számomra, amikor elolvashattam Xenophon Kürosz nevelkedése című könyvből azt a leírást, amely tartalmazza, hogy milyen volt a perzsa nevelés. Megtalálhatja bárki, aki érdeklődik a téma iránt, és szeretné ezt a történetet megismerni. Az interneten letölthető ez az írásmű, és megismerhető bárki számára az, hogy vajon milyen alapelveket értett meg Círusz gyermekkorában, amiről kimondhatjuk azt, hogy kiskorától kezdve a Szentlélek munkálkodása volt az ő személyiségének a kiformálásában. Azt olvashatjuk, hogy egy különleges nevelési forma volt a perzsák között, mert az egyik alapvető szempontjuk az volt, hogy a gyermekeket és az ifjakat az igazságosságra tanítsák. Azt írja Xenophon, hogy ezt úgy tanulták ők, mint a mi gyermekeink a betűvetést. Nagyon nagy hangsúlyt tettek arra, hogy tanítsák a gyermekeket arra, hogy hálásak legyenek, és minden esetben, amikor lehetséges kifejezni a hálát, akkor ezt fejezzék is ki. Egy másik nagyon fontos dolog volt a nevelési elvükben, hogy önuralomra, szigorú mértékletességre tanították a gyermekeket és ifjakat. Ez abban nyilatkozott meg, hogy megtanították őket, hogy engedelmeskedjenek a feletteseiknek, később a parancsnokaiknak, csak parancsszóra ehettek, ihattak, és nagyon mértéketesek voltak az ételek fogyasztásában, az ivásban. Azt olvashatjuk, hogy náluk nem volt ismeretes a részegség, nagyon egyszerű ételeket fogyasztottak a kiképzésük idején, és vizet ittak. És nagyon különleges volt számomra az a leírás részlet is Xenophon könyvéből, ami arról szólt, hogy milyen volt az ő nézetük az istenségről, amelyet ők ismertek. Az a részlet volt nagyon elgondolkoztató számomra, amikor az édesapja tanítja az ő fiát arra, hogy saját maga győződjön meg arról, hogy miképpen lehet megismerni az isteni akaratot. Hogy ne hitessék el papok vagy bárkik, hanem tudja, hogy ő neki személy szerint az istenség mit mutat meg. És arra is tanították őt, hogy ne csak akkor keresse az istenséget, mikor bajban van, hanem akkor is, amikor éppen jó dolga van, mert a nevelésüknek egy nagyon fontos alapelve volt az, hogy hálásak legyenek mindenért, és mindenkor kifejezzék az ő hálájukat. És amikor elolvastam ezt az írásművet, akkor megértettem azt, hogy igen, különleges dolog, ahogyan Isten mindannyiunkat, nem csak Círuszt meggyőződésem szerint készít az életben feladatokra. És kisgyerekkorunktól kezdve olyan körülményekbe helyez bennünket, olyan nevelésben, olyan tanításban van részünk, hogy amikor felnőttként visszatekintünk az életünkre, akkor sok dologból felfedezhetjük azt, hogy igen, sok minden volt a Szentlélek munkája, lehet, hogy mi még nem is ismertik őt személyesen, mégis amikor visszatekintünk az életünkre, akkor láthatjuk azt, hogy mennyi minden hozzájárult ahhoz, abban a nevelésben, abban a tanításban, amiben részesültünk ahhoz, hogy az Isten által előre elhatározott küldetésünket, feladatunkat betöltsük az életben. És talán még szeretnék egy mondatot fölidézni, amit egy nagyon kedves óvónénitől hallottunk nagyon sokszor a gyülekezetünkben. Ez volt az ő fő mondása, ami életének egy mottója volt, hogy mint óvónéni hogyan neveli a gyermekeket. Azt mondta, a gyerekkorban megszerzett ismeretek életre szólnak. És azért idéztem fel ezt a mondatot, hogy bátorítson minden szülőt, aki most neveli a gyermekeit, kisebb vagy nagyobb korban, mindig gondoljon arra, hogy milyen óriási kiváltság gyermekeket nevelni. Mert a gyermekkorban elnyert ismeretek, és mondhatnánk szokások,
amelyet sikerül a gyerekeinkkel megtanítanunk, begyakoroltatnunk, egy életre szólnak. És én kívánom azt, hogy Círusz története nyomán mindannyian tudjunk felfedezni a saját személyes életünkre visszatekintve, hogy igen, mindannyian lehetünk olyan szempontból az Isten felkentjei, vagyis olyan emberek, akik felfedezzük a Szentlélek munkálkodását az életünkben, mint ahogyan ez Círusszal is megtörtént, és nagyon bátorító ez, hogy mindezt azért teszi Isten velünk, hogy azt a feladatot, amit nekünk rendelt, azt az ő hatalma által tudjuk betölteni. Így kívánom azt is mindannyiunknak, hogy a mai napon is tudjuk a Szentlélek hatalmas segítségét kérni minden feladatunk betöltéséhez, és tapasztalni fogjuk azt, hogy különleges segítséget és különleges erőt kaphatunk a mai napon is. Ezt kívánom mindannyiunknak.